A generatív mesterséges intelligencia rendszerek jelentős zavarokat okozhatnak a munkaerőpiacon, írja a Business Insider a Goldman Sachs új kutatása alapján. Az elmúlt hónapokban futótűzként kezdett terjedni az ilyen alkalmazások népszerűsége, különösen az OpenAI chatbotja. Megérkezett a kapcsolódó ChatGPT versenytársa, a generatív mesterséges intelligencia a mesterséges intelligencia egyik fajtája, amely a felhasználó kérésére szöveget vagy más tartalmat tud generálni. Az Egyesült Államok beli és európai foglalkozási adatok elemzése alapján a kutatók úgy becsülték, hogy új technológia 300 millió teljes munkaidős állást tehet ki az automatizálásnak, ha teljesíti ígért képességeit. A jelenlegi munkahelyek nagyjából kétharmada van kitéve valamilyen fokú automatizálásnak a mesterséges intelligencia által, ez azonban pozitív következmény, hiszen megkönnyíti és felgyorsítja a munkafolyamatokat. A munkahelyek negyedét pedig könnyedén pótolja majd. Az értelmiségi foglalkozásúak vannak a legnagyobb veszélyben, a jelentés kiemelte, hogy jogi és adminisztratív alkalmazottak különösen ki vannak téve annak a veszélynek, hogy chatbotok elveszik munkájukat. Ennek az az oka, hogy a jogi szolgáltatási ágazat viszonylag kevés olyan foglalkozásból áll, amely már most is nagy mértékben ki van téve a mesterséges intelligencia automatizálásának. Manav Roy, a Pennsylvaniai Egyetem adjunktusa elmondta az Insidernek. Eközben a chatbotok új munkahelyeket is teremthetnek, a generatív mesterséges intelligencia széleskörű bevezetése jelentős munkaerőköltség megtakarítást is eredményez, de új munkahelyeket is teremthet. Már több új munkahelyet hozott létre, köztük prompt mérnököket, ahol a mérnöknek már nem kell kódokat írnia, hanem chatbotok tesztelése után szövegesen értékeli ki az eredményeket. Az új technológia a globális munkatermelékenységet is javíthatja. A Goldman becslése szerint a mesterséges intelligencia rendszerek akár 7%-kal is növelhetik az éves globális GDP-t.